Szerbusztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Ez a Szika Akadémia 6. adása. Ma fogunk túllépni a hideg burkolatokon, és elkezdünk foglalkozni egy picit a meleg burkolatokkal. Végig fogjuk venni az általános meleg burkolatokat, az általános rugalmas meleg burkolatokat, a textileket, a linoleumot, a PVC-nek a különböző fajtáját, homogén, heterogén, LVT, VCT, vezetőképes burkolatokról is fogunk beszélni. Egy picit fogjuk érinteni a gumiburkolatokat, illetve többet fogunk beszélni az emisszióról és a VOC tartalomról, és az ajzat előkészítést egy picit át fogjuk ismételni, mert a meleg burkolatok alá nagyon fontos a megfelelő ajzat, és utána az egész előadásnak a második felében nagyon ki fogjuk részletezni a mostanság legdivatosabb Luxury Vinyl Ties nevezetű, magyarul LVT-nek nevezett design burkolatokat, és meg fogjuk nézni, hogy a Szika a Sönokszal karöltve milyen nagyon egyszerűen beépíthető speciális segédanyagokat tud ezekhez a LVT-khez kínálni. Csapjunk is bele, szokásosan egy PPT-vel fogunk indítani, ahol majd összefoglalom, hogy pontosan mik lesznek a részletei ennek az előadásnak, illetve mivel a múltkoriból kimaradt a viccünk, ide most találtunk egyet a meleg burkolatokkal kapcsolatban. Egy egész picit szalonképtelen, de majd próbálok úgy alakítani rajta, hogy a hölgynézőinket se sértsük meg, illetve a 18 éven aluliakat. Ez a vicc ez úgy szól, hogy a hölgy bemegy a szőnyeg kereskedésbe, mivel a hálószobájában új szőnyeget szeretne, és elkezdi simogatni őket, tapogatni őket, elkezd hajolgatni, és akkor másodszorra lehajol, akkor szellent egy hatalmasat. Ú, a mindenit, megpróbálja egy kicsit elfedni a dolgokat, tovább sétálgat, körülnéz, hogy nem látta-e senki, aztán közelebb megy a pulthoz, és ott is meglát egy gyönyörű szőnyeget, megint lehajol, megint szellent egy hatalmasat. Mit csináljon, szól az eladónak, hogy egy kicsit elüsse a kellemetlen helyzetet, és megkérdezi tőle, hogy ne haragudjon, mennyibe kerül ez a szőnyeg? Az eladó veszi a lapot, és megpróbál óvatosan fogalmazva elsütni egy kis poént, ami úgy szól, hogy drága hölgyem, hát mivel láttam, hogy már a tapintásától elszellentette magát, az árától biztos, hogy azonnal el kell rohanni a WC-re. Köszönöm szépen, így hangzott ez, ordinári szavakkal kicsit jobban kiadta volna a poént, de hagyjuk, csapjunk bele a mai előadásba. Kezdjük is a meleg burkolatok felsorolását. Az első textilpadló burkolatok, ugye a padlószőnyegek, meg fogjuk látni, hogy milyen típusait szoktuk alkalmazni ezeknek a textilpadló burkolatoknak. Találkozunk különböző hátódarú tekercses szőnyegekkel. Ezek a padlószőnyegek az elegáns szállodák, illetve lakásokban használatosak. A kellemes tapintású felület barátságos, meleg hangulatot teremt a szobában. Abszolút tökéletes választás hálószobába, gyerekszobába és hasonló ilyen helyekre. Aztán nagyon praktikus választás lehet a modulszőnyeg, aminek a tulajdonképpen egy geometrikus alakzatokból összeállított darabok nagyon izgalmas szín és formagazdagságot tudnak biztosítani. Ráadásul nagyon könnyen kezelhetőek, illetve mivel hogyha valahol folt kerül rá, akkor azt az adott modult nagyon könnyen ki lehet cserélni. Ezeknek a szőnyegeknek az alapanyaga lehet gyapjú, szintetikus, poliamid, lem vagy kókusz, mindegyik általában antiallergén felületképzéssel van ellátva, és éppen ezért a kisebb gyerekek is osztmában szenvedők számára ideális lehet az ilyen jellegű padlószőnyeg, kiváló hő és hangszigetelő hatással rendelkeznek a szőnyegek, illetve létezik belőle vezetőképes is, vezetőképes textilburkolatokat például irodákban, IT-s helységekben szoktunk alkalmazni. Így, ahogy az előbb elmondtam, lakószobákban, állószobákban, gyerekszobákban, irodákban, hotelszobákban alkalmazzuk ezeket főleg, és nagyon fontos,
hogy a különböző típusú hátoldalak függvényében viszont oda kell figyelni, mert változik az alkalmazandó ragasztó fajtája, a felhasznált ragasztó fajlagos szükséglete, nem mindegy, hogy milyen hátoldallal rendelkezik egy szőnyeg. Magasabb anyagfelhasználást igényelnek bizonyos hátoldalak, illetve változik a hangszigetelés mértéke is, és természetesen a terhelhetőségi jellemzőket is meghatározza az, hogy milyen típusú szőnyeget választunk. A padlószőnyegek kapcsán is elmondható, hogy olyan új innovatív textilburkolatokkal találkozhatunk már a piacon, melyeknek fő alkotó eleme, például egy olyan hordozó anyag, amelyet szénnegatív bioműanyag és újrahasznosított mészkő töltőanyag keverékével készítettek el. Itt is jönnek a zöld termékek, érdemes ezekre odafigyelni, nagyon innovatív dolgokkal találkozhatunk már a piacon. Következő melegburkolati típus a linoleum, ami nem tévesztendő össze a PVC-vel, hiszen ez már a linoleumról beszélek, természetes összetevőkből áll a PVC-vel szemben. Kényelmes rajta járni, mert rugalmas és nem hideg, antibakteriális, antiallergén és tűzálló, rakható vizes helyiségekbe is, padlófűtésre is jó. Mintája PVC-hez és a vinihez hasonlóan utánozhat fát, követ vagy akár betont is. Találkozunk tekercses, illetve hasonlóképpen a szőnyekhez modul, tehát csempeformátumú linoleum burkolatokkal, de létezik belőle klikkes, illetve nagyon közkedvelt a vezetőképes linoleum burkolat is. Vannak olyan iparágok, ahol kimondottan ezekkel szeretik megoldani a vezetőképes burkolatokat. A linoleum egy nagyon fenntartható, környezetbarát termék, komfortos burkolat, nem tartalmaz semmi káros anyagot, nem bocsájt ki semmi káros anyagot, nincsen benne lágyító, nincsen benne mesterséges színezék, tulajdonképpen lenolaj, falisz, parafalisz, mészkőrlemény, természetes gyanták és pigmentek alkotják összetevőként, és általában a hordozója egy utaszövet. Legfontosabb előnyeiről előbb már beszéltünk, de ismételjük meg, antisztatikus, antibakteriális, higiénikus, könnyen kezelhető és fenntartható, valamint létezik belőle természetesen falburkolat is. Mindezek tulajdonságoknak köszönhetően iskolákban, óvodákban, bölcsödékben, egészségügyi intézményekben és középületekben közkedvelt burkolatként találkozunk a linoleummal. Lássuk a PVC és CV burkolatokat. Ugye erről annyit mindenképpen kell tudni, hogy ezeknek az előállításához mesterséges anyagokat használnak, hiszen maga a PVC, a polivinil klorid, egy szintetikus polimer. Ha PVC-ről beszélünk, akkor elsődlegesen a homogén PVC-k jutnak eszünkbe, ezekkel tekercsben szoktunk találkozni, de heterogén PVC-k is vannak, ezek a hátoldalas PVC-k, CV burkolatoknak is nevezzük őket, illetve az LVT, ami az egyik legújabb variációja, vagy a legújabb dizájnja a PVC burkolatoknak. Ezek a PVC csempék, de van belőle vezetőképes, illetve vinil kompozit csempékkel, VCT-kkel is találkozhatunk. A habhátoldalas CV burkolatokkal kapcsolatban, a heterogén PVC-kkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ezeknek rendkívül magas a lépés komfortja, a hangszigetelési képessége. Pozitívan tudják befolyásolni a szoba akusztikáját is, akár nagyon gazdaságosak és lábmeleg érzetet varázsolnak a szobába. Külföldön nagyon népszerűek ezek a CV burkolatok, főleg bérlakásokban, ahol ugye a bérlőváltások kapcsán nagyon gyakran kell cserélni ezeket a meleg burkolatokat. A VCT-kről is beszéljünk egy picit, ezek a vinil kompozit csempék, remekül ábrázolja itt a kép, hogy miről is beszélek. Ezeknek nagyon nagy a terhelhetőségük, pára áteresztőek, fajlagosan tulajdonképpen gazdaságos megoldást tudnak nyújtani egy burkolat kialakításához, de tudni kell róluk, hogy ez a VCT, ez egy nagyon porózus burkolat típus, ami
viszonylag kismértékben tartalmaz csak vinilt, mészkőlisztet és egyéb töltőanyagokat, és ennek köszönhetően, vagy éppen e véget karbantartására és tisztítására nagyon nagy figyelmet kell fordítani. Mielőtt részletesebben belemennénk az LVT burkolatokba, azért említsük meg a gumiburkolatokat is, melyek kínálata hihetetlenül széles, találkozunk tekercsessel, modul, illetve speciális formaelemek, például légcsőképzés és EI profilok elemeivel, homogén és heterogén kivitelben is létezik, felületük több fajta lehet itt, ahogy a képeken is lehet látni, lehet sima, lehet ilyen chipses, lehet struktúrát, és a hátoldalok is lehet akár habosított is. Ezeknek általában a réteg vastagsága 1,8 mm-től 4 mm-ig tart, és vezetőképes változatban is hozzá lehet férni. Ezekkel a burkolatokkal lakossági felhasználásban ritkán, inkább ipari jelleggel használják ezeket a burkolatokat, tehát ott találkozhatunk velük, mivel rövid ideig tartó oldószeres terhelésnek is remekül ellen tud állni, bírja az olajat, a zsírt és az alacsony koncentrációjú savas behatásoknak is remekül ellenáll, felületét ezek az anyagok nem roncsolják. Ezek nem tartalmaznak PVC-t, se lágyítót, se formaldehidet, aszbesztet sem, és kadmiumtól is mentesek, nagyon gazdaságos a fenntarthatóságuk. Magas fokú terhelhetőségének és tűzállóságának köszönhetően a gumiburkolatok az alábbi területen nagyon népszerűek, találkozunk velük vasútállomáson, repülőteren, gyártócsarnokban, metróállomásokon, ugye fitnessklubokban, iskolákban, óvodákban, de akár még állatkertekben is. Ezeket az anyagokat kültérben is lehet használni, ebben az esetben viszont mindenképpen poliuretán ragasztót kell használni a fektetésükhöz. Egy ilyen különleges kültéri alkalmazási módszer az Oberstdorfi síugrósáncnak a gumi burkolatait, két komponensű sönox ragasztóval történt ezeknek a nem egyszerű helyen történő rögzítése, fixálása, ragasztása. És most térjünk át a vinilre, ezt egy picit részletesebben fogjuk megnézni, hogy mi is ez. A vinil az más néven LVT, ez egy viszonylag új modulrendszerű burkolatfajta. Gyártása gyorsabb a linoleuménál, felülete pedig a megtévesztésig hasonlít a természetes anyagokhoz, fához, kőhöz, betonhoz, általában 2,5 mm-es vastagságban, bármilyen helységben tudjuk alkalmazni. Magas a kopásállósága, vízálló, bírja a padlófűtést és kiváló a lépéshang csillapítása. Az EVT-k anyaga az tulajdonképpen hasonlóan nálunk PVC-ként ismert tekercses termékekéhez, de annál sokkal merevebbek, felépítésük más, ezért tulajdonságaik is eltérnek a hagyományos PVC burkolatokétól. A kevesebb adalékkal dúsított anyag, valamint a gyári felületkezelés, kuptató réteg, egy UV réteg van rajta, rendkívül ellenállóvá teszi ezeket az LVT-ket. Karcállóak, UV állóak, víz- és foltállóak, valamint ennek köszönhetően ugye bármelyik háztartásban, illetve közületi felhasználásban komoly előnyt jelentenek. Itt próbáltam összefoglalni a típusaikat, nem magyar elnevezéssel, azt őszintén megmondom, hogy azt ennyire nem vagyok vele tisztában, hogy vannak-e már magyar elnevezések, de hát a klikkes LVT-t azt ismerjük, vagy ezt megértjük, ez egy klikkes rendszer laza fektetéssel, házilagosan is lehet kivitelezni. Ugye ennek azért vannak hátrányai, mert viszonylag zajos így a felület, és a dobhatás is elkerülhetetlen. Vannak a loose lay LVT-k, ezek kizárólagosan szárazon fektethető, nincs szükség ragasztóra. Lépéshangos és akusztika szempontjából ezek sem optimálisak. A következő a dry back LVT-k, ezek viszont már kimondottan ragasztásra lettek tervezve. Hátoldalakat úgy alakították ki, hogy a ragasztó tökéletesen tudjon hozzá tapadni. Ezek a professzionális és nagy teherbírású területekre szánt anyagok. Vannak még öntapadós kivitelben készülő LVT-k is. Ezeknek a hátoldala, ahogy a nevében is benne van, egy öntapadós nyomásérzékeny ragasztó réteggel vannak
ellátva, ezeket megvédi egy szilikonpapír vagy egy fólia, ugye kivitelezés előtt ezeket el kell róla távolítani. Ennek a kivitelezéséhez azért viszonylag magas szintű szaktudásra van szükség. Itt látható a réteg felépítése. Felülről lefele általában a legfőső réteg egy áttetsző víztiszta PU fedőbevonat, amelyik a tisztán tarthatóságot biztosítja az LVT-nek. Alatta van egy kopásálló fedőréteg, ami különböző vastagságú lehet, de akár textúrált is lehet, tehát famintázatot is lehet belőle találni és tapintani. Alatta van ugye a 3D-s nyomtatásnak köszönhető, illetve bocsánat, digitális nyomtatásnak köszönhető famintás, kőmintás, betonmintázattal rendelkező design réteg. Ez akár minden darabjában eltérő mintázattal is rendelkezhet. Ha lefele megyünk, akkor van egy nagyon komoly teherviselő réteg, ami különböző vastagságú lehet. Ez egy kemény, merev, általában szálerősítéssel ellátott teherviselő réteg, és utána legalul a hátoldalán található a ragasztandó hátoldal, az a réteg, amit úgy alakítottak ki, hogy a ragasztóval tökéletes kontaktot tudjon kialakítani. Ezek az LVT-k, Luxurvinyl Ties nevezetű termékek, napjaink legtrendibb és leggyorsabban fejlődő padlóburkoló anyagai. Hatalmas a térnyerésük, vizes helyiségekben, fürdőszobákban is, akár padlóra, akár falra alkalmazhatjuk őket. Itt láthatunk még néhány példát, nagyon szép ez a, nevezük csempe burkolatnak, de hát fali LVT burkolat zuhanyzóban, illetve nagyon szép design elemekkel is ki lehet egészíteni ezeket az LVT padlóburkolatokat. Beszéljünk egy-két dologról, amit a kivitelezés kapcsán viszont be kell tartani. Oda kell figyelni nagyon sok mindenre a ragasztható LVT burkolatok kivitelezésénél. Nagyon fontos és alapvető dolog, hogy a fogadó felületnek tökéletesen simának kell lennie, tehát öntörlőzés nélkül nem szabad LVT-t fektetni. Szintén fontos a megfelelő ragasztóanyag kiválasztása. Ennek a ragasztóanyagnak a kiválasztásánál mindenképpen figyelembe kell venni a várható terheléseket, a klimatikus viszonyokat. Nagyon fontos a benapozottság mértéke, és tudni kell, hogy milyen minőségű LVT-vel dolgozunk. Mindenképpen megfelelő fogazási kenővasat kell választani, vagy vannak egyéb technológiák, majd be fogok mutatni egy filmet, amiben teddizhető LVT ragasztók alkalmazásáról is rengeteg információhoz fogtok jutni. Oda kell figyelni a helyes kivitelezésbe, és mindenképpen tartsuk be a ragasztóanyag gyártóknak a ajánlásait, amit a műszaki dokumentációkban összefoglalnak. Ez a videó remekül fogja tudni nekünk szemléltetni egy hagyományos diszperziós LVT ragasztó küzdelmét a dizájnburkolatok ragasztásának legújabb és az egyik leginnovatívabb ragasztási technológiája, a Roll and Go tedizhető ragasztó, a Sonox iFloor között. Itt láthatjátok, hogy egy egységcsomagban kerül kiszállításra. Alapozó, illetve a szükséges teddy hengerek mind a ragasztóhoz, mind az alapozóhoz megtalálhatóak a kiszerelésben. Ezt a ragasztót többek között a rendkívüli gazdaságosság, a hosszú fektetési fázis, ami kb. 2 óra, az ergonomikus, felhasználóbarát felhordási mód és a beépítés utáni azonnali használatba vétel jellemzi. A hagyományos diszperziós ragasztókhoz képest ez az anyag sokkal egyszerűbben felhordható,
termelékenyebben lehet vele dolgozni. A nyomásérzékeny ragasztók tapadás szempontjából optimális félnedves fázisához képest akár hatványozottan hosszabb fektetési fázis biztosít. A Schönox iFlow-ral nincs több ragasztó kitüremkedés sem, meg fogjátok látni a videón, hogy nagyon tisztán lehet vele dolgozni. Nem kell hozzá se fogaskletvas, se egyéb speciális szerszám. Természetesen a méretre vágásához kellenek melegburkoló szerszámok, illetve majd az átgörgőzéséhez. Valamint nem kell többet 24 órát várni a járhatóságra, és napokat várni a terhelhetőségre sem. Ahogy láthatjátok, az önterülő kiegyenlítő kikötése után egy felületi csiszolásra van szükség, és a porszívázás után már alapozhatunk is. Az alapozónk körülbelül 10-30 perces száradási időt igényel, és miután megszáradt, azonnal megkezdhetjük a ragasztónk felhordását, nagyon egyszerűen, térdelés nélkül, állva, akár egy hosszabbítóval ellátott teddy hengerrel fel lehet hordani ezt az anyagot. A ragasztóanyag mennyiségére figyelni kell, itt is, ahogy láthatjátok, keresztbe is át kell húzni, és oda kell figyelni, hogy minimum 80 g per négyzetméternyi ragasztó kerüljön a padlózatra, de itt is láthatjátok, hogy ez azért a disperziós ragasztó általános 220-300-350 g per négyzetméter anyag, fajlagos anyag szükségletéhez képest lényegesen gazdaságosabb megoldás. Aztán várni kell egy 10-15 percet a ragasztó száradásával, és utána megkezdhetjük az LVT burkolatnak a lerakását. A kezdősor lerakása után is ez nagyon fontos különbség a hagyományos diszperziós ragasztókhoz képest, újdonság, hogy a további sorokat már a leragasztottakról készítjük el, majd a kész burkolatot két órán belül egy 50 kg-os görgővel áthengerezzük. Az LVT burkolat ragasztóba történő azonnali tapadás biztosítja a lapok elcsúszásmentességét, valamint a hosszú két órás nyitott idő lehetőséget nyújt minták vagy egyéb dekorációs megoldások megvalósításához, ami hagyományos diszperziós ragasztók esetén nehezen kivitelezhető. Pofon egyszerű a sérült lapoknak a cseréje, ezt láthattátok előbb a filmen, egyszerűen fel kell szedni, ki kell szedni, és utána a cserélendő LVD burkolat hátulját megkenjük az iFlow-ral, és egy pici száradás után vissza tudjuk helyezni a sérült lap helyére. A Schönox iFlow verhetetlen előnye az is, hogy a felületek azonnal megtisztíthatók, miután a burkolási munka befejeződött, és a megrendelő azonnal használatba is veheti a . És most nézzük meg a hagyományos melegburkolati ragasztókat. Beszéljünk egy picit az emisszióról, a VOC-kről. Ugye ezek a VOC-k, az illékony szerves vegyületek, összefoglaló néven VOC-k, az ipari környezetben és a hétköznapjainkban is egyre jelentősebb hatással vannak az életünkre. Háztartásunkban is találkozhatunk velük, kódószertartalmú festékekben, ragasztókban, egyéb termékekben. Az emberi egészségre és az környezetünkre egyaránt veszélyesek. Magas koncentrációjuk tünetei lehetnek például a köhögés, asztmaszerű tünetek, szem-orr és torok irritáció, fáradtság, szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom, illetve a korai VOC expozíció hatása lehet a magzat fejlődésére és az újszülött idegrendszerére is. Az Európai Unió döntéshozói, felismerve a VOC-knek a veszélyességét, részletes szabályozást dolgoztak ki, mind a gyártás, mind a felhasználás területén. Ez a szlájd remekül szemlélteti a melegburkolati ragasztóinknak az evolúcióját. Ugye kezdetben oldószeres ragasztókkal dolgoztunk, melyeknek magas volt a teljesítő képessége, nagy volt a tapadása. Ezeket már általában nem használjuk, kivéve ez alól a kontaktragasztóknak a területe. Aztán következő lépésként már oldószermentes anyagokkal dolgoztunk, de ezek még nem volt
Ezekre még nem volt jellemző a nagyon alacsony emisszió. Ezek már gazdaságos termékek voltak, nem voltak drágák, ezek voltak a tömegtermékek, vagy talán még egy részük ma is az, piacvezetők voltak, és utána az egyre szigorodó EU-s előírásoknak köszönhetően mostanában előtérbe kerülnek, és a jövőben valószínűleg jelentős térnyerésre lehet majd számítani a nagyon alacsony károsanyag kibocsátású termékek iránt, melyeknek ugye az összes vizsgálata megvan, EC1 plusz, vannak Blue Angel minősítésűek, vagy a francia A plusz REMBY minősítést kapták meg, ezeket fogjuk egy picit átnézni a következő diákon. Ezekkel az Európai Unióban használatos piktogramokkal egyre sűrűbben fogunk találkozni, és ezeket jó, hogyha egy picit mi is megtanuljuk. Ugye a magas szerves anyag kibocsátású termék, oldószermentes termékek fölé emelkednek az alacsony károsanyag kibocsátású termékek, különböző szabványok vannak, különböző minősítések. Ezeknek a sorrendjét alulról fölfelé remekül meg lehet itt nézni, hogy tulajdonképpen a francia minősítésnél az EC1, EC1 plusz, illetve a Blue Angel, a kék angyal minősítés mennyivel magasabb szintet képes teljesíteni. Itt van még egy hatékony magyarázat, és itt most már a termékeink nevét is megjelöljük, hogy azért értsétek a különbségeket. Tudni kell, hogy a magasabb polimer és a gyantatartalom nagyobb tapadást eredményez. Az alacsony VOC tartalmú ragasztók tisztább alapanyagokat igényelnek, és nem tartalmaznak illékony lágyítókat sem. Itt az összefüggés tulajdonképpen abszolút logikus, hogy ennek köszönhetően a magas tapadóerővel és alacsony VOC értékkel rendelkező ragasztók ára magasabb a kevésbé egészséges társaiknál. Ugye a Schönox Fluorlastic Extra tulajdonképpen az az, amivel elindulunk melegburkolati ragasztók terén, és az Emi Classic nevezetű termékünk a jéghegy csúcsa. Szeretném nektek megmutatni a Schönox melegburkolati rendszerének alapvető termékeit az alapozástól a ragasztásig. Alapozó anyagainkat, aki már a korábbi adásokat látta, már találkozhatott velük. Itt most összefoglaltam egy táblázatban, hogy egyértelmű legyen, hogy melyik alapozónkat mire használjuk. A Schönox KH, a Schönox SHP és a Schönox HP Rapid nevezetű termék tulajdonképpen a három alapvető alapozónk. Ezeket szika termékek körében is meg lehet találni, sőt a hideg burkolás terén is használjuk. Ugye oda kell mindig figyelni, hogy milyen nedvszívással rendelkezik az ajzatunk. Kell tudni azt, hogy egy alapozó az egy koncentrátum, tehát higítható, vagy egy készre kevert anyag, illetve itt vannak a minősítések, hogy melyik rendelkezik egy plusz minősítéssel, melyik a Blue Angel logót is magánviselő anyag, illetve a HP Rapid esetében nagyon fontos tudni, hogy ezt igazából párazárásra, maradék nedvességtartalom megfékezésére használjuk. Melegburkolatok fektetésénél hatványozottan fontos az, hogy megfelelően sík hajzatot kapjunk. Ugye itt a ragasztó vastagságával nem tudunk sokat segíteni a hullámosságon, illetve az ajzat hibáin, sőt, vékony burkolatokon akár át is üthet egy nem megfelelően előkészített hajzatnak a textúrája. Kétfajta anyagot szeretnék megmutatni, az egyik a Schönox Uniplan, a másik pedig a Schönox FPL Plus. Az Uniplan egy vékonyabb kiegyenlítést tesz lehetővé, egy kis 10 mm között, az FPL Plus-szal pedig akár 30 mm, vagy akár töltve 50-60 mm-ig is elmehetünk, mindkettő gyors kötőanyag. Ezek gyönyörű felületet
képesek varázsolni a meleg burkolatok alá, a rugalmas meleg burkolatok alá. Ezek cementbázisú termékek, görgőszékállóságuk van, és fűtött hajzatokon is használhatóak. De úgy, mint az LVT ragasztóknál, ide is szeretnék becsempészni nektek egy újdonságot, méghozzá a hibrid aktív száraz technológiát, ami 100%-ban megköti a töltőanyag vizét, és ez a folyamat tudja garantálni a gyors szirárdulást, a gyors száradást és a korai burkolhatóságot, miközben ezek az anyagok rendkívül egyszerűen kezelhetőek. Ez a hibrid technológia, ez a Sönoxnak a sajátja, ez egy nagyon speciális dolog. Vegyítették a cementes anyagok előnyeit a gipszes anyagok összes előnyével, és ráadásul megpróbálták kiszűrni a cementes anyagok hátrányait, meg a gipszes anyagok hátrányait, és így készítettek egy hibrid önterülő rendszert, ami ugyanúgy, mint a megszokott gipszes vagy cementes anyagok különböző vastagságban, különböző teljesítménnyel és különböző kötési idővel rendelkeznek. Ugye a cementes anyagoknak meghagyták a gyors száradását és a gyors szilárdulását, valamint a gipsznek felhasználták a minimális zsugorodási jellemzőit, a könnyű beépíthetőségét, az alacsony pH-ját és a végleges, illetve a nagy végleges szilárdságot. Ez egy nagyon speciális receptúra, alumínia cementet tartalmaz, kálciumszulfát, hemihidrátot, illetve különböző adalékokat, amik a kötési mechanizmust optimalizálják. A mellékelt diagramokon a zöld termék a hibrid, a bordó a cementes és a kék a gipszes, remekül ábrázolja azt, hogy mennyivel gyorsabb a hibrideknek a szilárdulása az optimalizált kötési mechanizmusnak köszönhetően, még alacsony hőmérsékleten is remek a korai járhatósági mutatójuk. Nagyon gyorsan száradnak, alacsony a vízcementényezőjük, és mivel 100%-os vízmegkötő képességgel rendelkeznek, így nagyon korán lehet őket burkolattal ellátni. Minimális a zsugorodásuk, tehát a cementessel összesen lehet hasonlítani, ez is az optimális kötési mechanizmusnak köszönhető, és ez nem csak vékony kiegyenlítésekre, hanem akár több centis nagy vastagságú kiegyenlítésekre is igaz. És összefoglalva a hibrid technológiával készített önterülő anyagainknak a jellemzőit, nagyon alacsony a pH-juk, gipszbázisúak, tehát Giszkó CP3-assal rendelkeznek, nagyon alacsony a károsanyag kibocsátásuk, EC1 plusz R osztályú minősítésük van, ezeknek is megvan a Blue Angel minősítése, tehát a legmagasabb ebben a témában, egy évig eltarthatóak, és ráadásul még alacsony porképződéssel is rendelkeznek, tehát amikor bekeverjük őket, akkor szinte alig találkozunk felfele áramló poranyaggal. Itt láthatjátok a tulajdonképpen hagyományosnak nevezhető disperziós melegburkolati ragasztó kínálatunknak egy összefoglalóját. A négy alapterméket foglaltam ide bele nektek táblázatban. Itt lehet látni, hogy a Florlastic, az Unitec, a Durocol és az Emi Classic az a négy anyag, amivel az esetek 90-95%-ában mindent meg tudunk oldani. Textilburkolatok ragasztásához mind a négy alkalmas, PVC-hez is, linoleumnál, azért főleg az Unitec és az Emi Classic, ami javasolt. LVT burkolatok esetén, hogyha hagyományos ragasztót akarunk használni, nagy benapozású területeken, például a szálerősített Durocolt szoktuk ajánlani, egyéb területeken az Emi Classic is abszolút tökéletes gumiburkolatokhoz, hogyha diszperziós ragasztóval ragasztunk egy gumiburkolatot, akkor az Emi Classic az, ami használható. Egyéb helyekre vannak két komponensű, egy és két komponensű PU speciális gumiragasztóink. Nyomásérzékeny ragasztóként abszolút az Emi Classic az, amelyik ezt az elvárást is tudja
biztosítani vagy teljesíteni, sőt hő hatására újra aktiválható az EMI Classic Blue Angel minősítése van, de egyébként az összes termék, mind a négy termék A pluszos minősítéssel rendelkezik, illetve az Unitektől fölfele EC1 minősítéssel rendelkeznek a termékeink. Melegburkolatai ragasztóknak az egyik legfontosabb tulajdonsága, és ezt minden gyártói adatlapban szerepel a különböző fázisaik, tehát hogy mennyi a kiszellőzési ideje, mikor van olyan fázisba, mikor kerül olyan fázisba a ragasztó, és mennyi ideig, amikor a tökéletes tapadást el tudjuk érni vele. Nagyon fontos ezeket mindig figyelemmel kísérni, nem mindegy, hogy nedves fázisban, amikor még nincsen szálhúzás és nagyon alacsony a tapadás, akkor fektetjük-e bele a meleg burkolatot, vagy abban a optimális félnedves fázisban, amikor már megtörténik a szálhúzás, közepesen vagy nagyon magas tapadóerővel tudjuk lefektetni az anyagokat, illetve nyomásérzékeny anyagoknál van még egy tapadó fázis, itt sárgával jelölt, amikor nincsen már szálhúzás, de a tapadás az még megoldható. A nyomásérzékeny ragasztóknál is különbözik ez az idő. Tehát itt remekül látni, hogy a Sonox EMI Classic, ugye a csúcs, a teteje ezeknek a diszperziós ragasztóknak, ott ez viszonylag hosszú, 20 perctől akár 40-45 percig is eltart az a fázis, amikor még biztonságosan lehet belefektetni. Többször említettem a ragasztóknál a szálhúzást, meg az alacsony tapadást, vagy megfelelő tapadást, ez a két fénykép remekül szemlélteti azt, hogy miről is beszéltem, ezért kell mindig nagyon odafigyelni arra, hogy a ragasztóknak melyik fázisában történik a burkolat belehelyezése. Bízom benne, hogy első melegburkolatos előadásunk alkalmával is sikerült sok információt átadni nektek, hogy mi az, amivel a Sika, a Sönox segítséget tud nyújtani a rugalmas burkolatok kivitelezéséhez. Átfutottunk majdnem az összes melegburkolati rendszeren, és kiemeltük az LVT-ket, amik mostanában nagyon divatosak. Szeretném, hogyha augusztus 5-én is találkoznánk este, akkor a hagyományos faparkettákról fogunk beszélgetni, és azoknak a kivitelezési technológiáiról. Maradjatok velünk, tegyétek fel kérdéseiteket, találkozunk augusztus 5-én, szervusztok, minden jót!